Sziasztok! Üdvözlök az Ogriban! Mivel a Taliban egy űrkévelőságba telik, hogy bármit megtegyek, nem meglepő, hogy a napútról írt a tekintésem, a Thy Catafalque utolsó albumról, a naívról, egybe esett Tamás legolyabb albumával, a vadakó. Tehát, késésem buntatéseként kényszerítem magam, a Köszöntsd a Hajnalt a tekintésére. Tekintsd úgy, hogy rácsapok a saját kezemre. Szokás szerint, Thy Catafalque szól, a kategorizálása. Olyan, mint a valaki bevitt volna egy kalapácsot, egy lemezboltba, és mindent apró darabokra tört volna. Aztán a szombati segítőnek kellett összerakni az összes hanglemez darabját anélkül, hogy tudta volna, meg darab hova tartozik. A kapott hamarosan karong, alakultács és Thy Catafalque album lenne. Amikor gondolkodtam, hogy még dalt tekintsem át, a fülem az egyik oldalra vitt, és azt mondta. Nem érdekel, hogy melyeket választod, csak győződ meg róla, hogy Mortina énekel rajta. Igazad van. Akkor a Köszöntsd a Hajnalt lesz ez. Nos, ha egy sötét angyalokból álló kóros nem ragad meg téged, semmi sem fog. Tamás most már tényleg feltette a csalit a hógás sonóra. Mortina hangja és most valami dúdaféle rángatja az ősi szívhójáimat, így én haragra akadtam. És kilapított egy tíz tonás gitárif. Guitar, guitar, Meg Bergwert is a rock solo alto. Nekem énekel, ugye? Duda Dalamot Velastra Key, Miga Guitar Audio as Alab Zoomagest. Nem Seratem a Guitar Solo Cut, the Barmy Yo, Thy Catafalque Call, Edith Lick Age Minden Megron Bajarko. Thy Catafalque sinne cruel és a rétege cruel soul, it a népi hatások és a pancél albrítot, gitár könnyed össze olvadása, remegő énekel a gyut olyan mint egy zene művészeti dobas torta. Mortina a hangja éneklés közben úgy hangzik, mint a siklana a szél termál fulamáin.
Néha olyan, mint egy keringő, a motor kerékpáros csizme és a balett szípő között. Ó, megkívjú, a dudák a dudák hívnak. It's majdnem szeszes. Más finoman vízhoz minket a földre a végén. Ez a dal illusztrálja a Thy Catafalque-nak az egyszerűbb oldalát, de még mindig különböző intenzitással, különböző hangsúlyokkal és különböző állaggal rendelkezik. Képzeld el, hogyan hangzanak Tamás a kritikusabb számai. Szakás szerint a népi hangszerek zöld kedementesen össze vannak verve elektronikus hangszerekkel, és ebben az esetben a duda határok nélküli nézőpontot biztosít, mivel a szoftvertől függően skót, spanyol vagy indiai akcentussal beszélhetnek. A népi hangszerek talán elrejtik azt a tényt, hogy a gitárhang meglehetősen nehéz, nem szeretnéd, ha a lábadra lépne, az biztos. A dobok meglehetősen harciasok és sokszor emlékeztetnek a dudás menet alapritmusára. Nem érdekelnek a dalszövegek, de itt inkább versnek, mint dalnak tűnik, inkább hangulatot határoz meg, mint kommentárt nyújt. Azt hiszem, a kép a Buki hegységen belülről számozik, amin két éve átkerékpároztam, és úgy néz ki, mint egy bánkút és forró közötti terület. Gyönyörű vidék. Köszönöm, hogy megnéztetek, ajánljatok bátran egy magyar zenekart, amiről úgy gondoljátok, hogy felkelti az érdeklődésemet. Sziasztok!